Sziasztok, Jay-Z-lak vagyok, ez pedig itt a Night of the Dead. Mielőtt még belekezdenénk, bármibe is ne felejtse feliratkozni a YouTube-ra, illetve a Twitch csatornámra is. Mind a kettő helyen folynak a sorozatnak a részletei. No, hát itt fejeztük be előző részben. Átépítettük itt a csapdasor teljesen. És egy valamivel adós maradtam. Nem csináltam képernyőképet. Csinálunk egyet gyors az elején. Átépítettük a csapdasort egy kicsit speciálisabb és hatékonyabb legyen. Úgyhogy ebben a részben már viszont nekiállunk és kavarkunk egyet, tovább folytatjuk a történetet és öngyölítjük föl a szálakat, hogy hogy is tudunk innen elmenekülni. Rengeteg csomagot itt hagytak nekem. Jó, ezt feltöltöm. Ó, ezek alig fogytak. Elég szépen az első hengercsoport elég jól elbírta a rohamunkat. Egy-két nagyobbnak sikerült eljutni egész idáig. Ó, itt egész, itt van egy csomag. Jó, hát azt kell, hogy mondjam, elég hatékonyan megvolt a támadás kivédése. Jó, annyit csinálom, megnézzük, hogy fejlesztésileg hogy állok. Ugyanis itt ezeket ki kell fejleszteni. Ezt még nem. Ez még ráér. Jó, ez a lényeg, ez a motorcsoport, illetve itt vannak kapcsolók, illetve különböző elektronikus berendezések, ezeknek legyen meg a kellő mennyisége. A lőszert elviszem magammal, ugyanis most rengeteget fogom használni a fegyverem. Na, ez jó hely, ez jó hely, de mindjárt is pakolom magamtól a cuccokat. Egy kicsit ürítem, hogy legyen helyem. Jó, az maradjon, ezek mehetnek ki. Még ez maradhat, mert ezt úgy is szedek föl. Jó. Egy rendezést csináljunk, már ezt rakjuk le még inkább, illetve ezt már nem tudom lerakni. Jó. Ó, itt vannak még cuccok, jó. Ide még lepakolok, akkor ez is, ebből is rengeteg itt van. Jó, kaja lesz nálam, lőszer van nálam. Cuccu neki is tartolunk. Azt mondja, hogy alaksor. Igen, a rajz ez nem nagyon látszik. Kikapcsoltam a képernyő felbontást, eléggé kikapcsoltam. A lényeg az, hogy ide a metró, itt voltunk, ugye, hol volt? Kutatóközpontban voltunk, utána kórház. Ugyanide a kórházhoz kell jönni, itt a kórház mögötti rész. Hát, lerakjuk oda a jelölőt, és akkor nagyjából oda kell menni. Igazából annyira nem pontosan adom meg, a helyszínen úgy is fel fogom ismerni, hogy erre kell menni. No, hát egy kis csavargás. Eléggé ki van fosztva itt a terep, úgy látom, madarak röpködnek. Közben, ha látok valami olyan autót, ami nincs kifoszt. Jaj, nyuszi, ne ijeszges. Hát úgy látom, erre már sokat csavarogtam. A kórház felől jöttünk visszafelé, ki is fosztogattam minden. Idővel ezek az autók egyébként visszatöltődnek, visszakerül rá az ajtajuk. Honnan lehet?
Facsó volt. Azaz, kacsatol. Jó, szuper. A fegyver. 540 lőszer. Jó, annyi elég lesz. Bőségesen reméljük, hogy sikerült találnunk is annyit, amennyit ellövöldözök. És akkor talán nem. Micsoda? Hova repül? Szarvasbika. Ezeknek a szarvasbika kacsa, ezek elég különlegesek. Elég értékes tételek. Lehet velük azért találkozni, de nem olyan egyszerű. Ezeket hatékony a fegyverrel kell leszedni. Rézzel, ha nagyon bajba vagyunk, tényleg nagyon szeretnénk rezet szerezni, akkor ezek a hordók, amik itt az autók mellett találhatók, azok bizony vas mellett rezet is adnak. Pontosabban rézdrótot. Konkrétan rézdrótot lehet látni, és az autóból is lehet kiszedni. Rézdrót, üzemanyag. Ezek mind nagyon jó kis cuccok. Nem tudom, botot mennyit hoztam magammal. Hoztam egyáltalán. Ó, van bőven, oké. Ott van! Kaptam. Illetve ezek a dobozók kutatási anyagot, illetve textilt adnak, ami nekem most megint csak nagyon fontos. Beírtam most már házak közé. Igazából most ezek a kötél, textil, ezek a tételek, ezek a legfontosabbak. Egy kicsit sötét a játék, sajnos nagyon sokat éjszaka játszódik. Történet, hopp, ezt itt hagytam. Elnézést. Jó vagyok. Na, élponttal. Ujjaj, nagyon messze. Kicsit neki turászkodok. Majd visszafele meglátom, hogy mennyi helyem lesz. Nem holló. Sos! A franc, már. Aha. Persze. Hogy ne. Vagy reptive. Zomikat le lehet hagyni, illetve el lehet futni mellettük, és ott lehet hagyni őket. Egy idő után abba hagyják az üldözést, visszafordulnak. Ez sima szarvas. Na egyre főkínálkozol, akkor... Hát akkor... Belintéz. Kutatóállomás, ott van egy vaddisznó. Igen, nem akarsz rám rontani. Keményet. Jó, és a háta mögött jön egy másik.
Na, utca neki. Egész jó kis tucokat sikerült összeszedni. Értelennyébe, és kicsit átstartolok köztük, hogy morogjanak. Illetve üldözzenek. Levágom a sarkot, hogy gyorsítsak egy kicsit a dolgon. Na itt az út. Remélem oda vezet, ahol nekem kell. Itt maradok a hüves részen. Elkerülni őket. Be is értem a városba, rám is jöttek páran. Azt mondja, hogy kerítés. Hol látna, hol vagyok? A páron. Na most jó, beszaladtam, rendesen. Van felmérni, hogy merre is vagyok. Ennyi volt az üldözés? Hát nem vittétek túlzásba. Jó. Kuráznál vagyok. Oké, akkor erre tovább. Ajjaj. Ajjaj. Na, ezt akartam elkerülni, de egyet nem lehet elkerülni. Bizony, ez egy közepes. Na, ugye elmeneküljél már. Még a végén ittem. Na. Na. Ott van még egy nagy. Valahol közelbe vagyok egyébként ahhoz a ponthoz. Hát amíg raktam le. Jó, na nézzük csak. Jó. Mindjárt megoldjuk úgy, hogy... Na már is jobban néz ki a térképünk. Aksor, de nem ott kell. Itt van ez az út, ez a Ferde út, itt ezen az utcán kell tovább jönni. Konkrétan valahol itt lesz a Ferde út mellett. Na menjünk csak vissza a térképre. Szóval a Ferde út mellett itt kell bejönni ide. Jó, na, egész pofásan megtaláltam dolgokat. Na, csomag közben fölveszegetem, mert itt lövöldöztem pár embert. Hol hagytad a csomagot? Oké. Jó, arra megyünk tovább. Érdekes az alaksori... írás nem teljesen pontos. Most vagy nem akarták konkrétan leírni a dolgokat, hogy meglepetés legyen, vagy rosszul fordították, ez a két variáció van benne. Nem igazán vágom, hogy melyik. Igen, a grafikát vissza kell állítsam, mert már is elkezdett szaggatni a gépem. És itt van még egy óriás. De jó. Bocs gyerekek, de ezt vissza kell állítanom sajnos.
Visszamentél? Ó, de jó. Jó. Raktam a jelet. Ennyi valahol, de... is. Ez a templom. Oda is be kell menni. Hopp, ez a kuház. Jó, van, tudom, hogy itt szörkálsz utánam. Foglalkozzál vele. Én se foglalkozok vele. Nézzük még erre. Itt van a drága, itt van, ez az. És ott már is egy nagy aranydobáló védi ezt a helyet. Van, illetve vannak még itt ellenségek is. Nem olyan vészes, ezen a könnyű szinten azért nem olyan vészes a dolog. Jó, hát igen. Gépfegyver, gépfegyver. Na, meg is jöttünk. Hát igen, az alaksor az nem más, mint egy metró lejáró. És szerintem a másik oldalon vagyok. Oké. Jó, akit lehet, azt lehetőleg próbálom lőszerspórolósan beszedni. Itt látom, nincs más. Semmi. Én ezen az oldalon vagyok. Elvileg. De ott van még egy helyen. Igen. Ha. Nem itt jöttem le korábban, úgyhogy kicsit meg vagyok lőve. Itt merről is. De lesz megcsinálni. Itt rengetegen vannak lent, azt elmondom. Rengeteg ember van itt lent. Ez az egyszerűen csak egy járaton tudnak kijönni, tehát... Ebből is... Ó, ez már átugrott. A disznó. Szemtele. Igen, gyere csak, gyere te is. Úgy, úgy. Napot hagyta, mennyi a veszőt. Fővett, fel is vette, jó. Igen. Ez egy metrókocsi. A franc van, nem ott vagyok, ahol kéne legyek. Szerintem, vagy a túloldalán vagyok. Lehet, hogy a túloldalt vagyok. Eddig nem jöttünk át. Na nem baj, úgyis szét akartam itt nézni, mert igazából mi tél egyenesen, tél irányosan a csomaghoz mentünk. Nem igazán néztünk itt szét, hogy mit meg hogy lehet, mert ugyanis normál szintben borzasztó sok lőszert elöldöztünk itt Gabival, és nem bírtunk nagyon semmit. A lentiek elvileg nem tudnak följönni ide. Akik itt vannak a szinten, azokat el lehet intézni, vedd már fel azt, amíg lesz. Köszi! Vannak itt ládák, nem végre valami. Ú, sorry! Nem akartalak fejbe gyűrni, de sikerült. Metrókocsi. Na mindjárt nézzük másik peronra, és akkor majd kiderül. Ott van már lábfegyver. Őszer, azt már látom. Jó, most remélem, így már nem szaggat a játék. Hopp, mit találtam? Bőrkabát, ruhát. Még van lefele járat. De durva. Isten, már mennyi cucc van nálam, pedig lepakoltam.
Hello, baby. Hát te... Aki itt lazán, itt sétálgatunk a... Most mászik ki a földből, öcsém. Apuci ráadásul, úgyhogy ez... Keményebb dió. Ó, nem, jó helyen vagyok én. Ez már ismerős, tehát... Aha, kicsit más irányból közelítettem meg. Szerintem itt lesz a csomag. Hol kell? Alaksor második szintje. Nem rontasz rám. Alaksor második szintje, tehát mindenféleképp kettőt le kell jönni. Ó, hát ez a nyílpuskával már easy játszani ezt tényleg. Okay. Elvileg a székeken a cucc. Ha jó vélekszok rá, akkor ott van. Ne hajolgass már, ha nem esi össze. Te is. Ne bújj az oszlop mögé. Gyere már onnan ki. Gyere. Hú, ezt mellé lőttem. Igen. Nem itt van a cucc. A francban még nem itt van. Mondom, el vagyok tévedve, hát a másik oldalt vagyunk. Egy savas volt. Hol volt itt az? Sehol semmi cucc. Hallom a hangját, de nem látom. Nem jó helyen vagyok. Jó, nem az a hely. Én gondoltam, hopp, még egy ruha. Melegítő nadrág. Még lejjebb lehet menni. Jézusom. Anyám, borogas, mennyien másztak ki fel a földből. Jézusom. Igen, itt vagytok. Ott van a cucc. Ott van. Jó, akkor jó helyen vagyok. Az öreg apát, tök is ugráljál itten. Úgy, úgy, csak fejbe. Ki? Hogy álltok? Kérdéssel. Hát most már takarítunk akkor egy kicsit. Hellóka, hát te... Szegény, ezeket úgy sajnálom, hogy ezek ilyen szerencsétlenek. Tudnak ütni. Barom jó el tudnak bújni. No. Hát ha valaki tudta ezt követni, hogy merre jártam, gratulálok. Egy kis jó cucc. Na itt van, ezt kerestük. Van egy fejhallgatónk. Egyszetünk. És megkaptuk a következőt. Az iskola a második emeletén találja. Irány az iskola. Ez lesz a következő. Utcos. Valahol csinálnom kellene egy jó kis fotót. Ezért kapcsolom. Nem, nem azt akartam kapcsolni. Ezt akartam kapcsolni. Fekszik. Mondom, hogy fekszik.
ne zavarjátok meg a fotózásomat, köszönöm. Ó, van itt lőszer is. Vízöntvény. Hopp, még egy ruha. Aztán neki lesz annyi ruhám megint, hogy zsírnapták. Na, na itt csinálom mindjárt egy jó kis fotót. Jó, oké. No, hát ez a bejárat. Igazából én ezt a területet ismerem, mi erről jöttünk be, de nem sikerült most ott bejönnöm, ahol szoktam. Nem mozgasd a fejed. Hagyd egy helybe. Úgy, úgy. Menni. Vannak páran. Itt vannak még lőszerek. Jó, hát egy kicsit a metrót is akkor át... Na, átbogaráztam. Én már közben kisütött a napocska. A metró lejáratoknál vannak nagyok, vagy hát ezek a közepesek. Ugye úgy... úgy van rangsorolva, hogy ezek a közepesek, ezek a nagyok, amik azért elég kemények. Ebben nincs részöntvény, viszont van egy buzogány. Már több nagyon nem kell. Na! Ez a másik lejárat. Ó, és már a nagy jön is rám, de jó. Meg egy savas. Ez természetesen. Az öreg apát tökít? Hol vagy te mocsok? Van viselkedésed, dobász itten savval közben. Ott van. Helyetlen lett. Ó, hát ezért nem láttam meg. Nagyon be van építve ez a rész. Na, hol hagytad a csomagot? Ott van. Autó tetején lőttük le valamit, hogy mindig az autó alatt meg lehet találni a cuccot egyébként nyugodtan. Csak szét kell szedni az autót, és akkor utána lehet látni. Jó, tehát itt a lakóházak, illetve ez az italbolt bejáratával szemben meg lehet találni a metró lejáratot, ahonnan szerintem gyorsabban oda lehet érni a csomaghoz. Na nézzük már, milyen kaját hoztam magam. Ó, rengeteg műzli szeletem van, oké. Okay. Jó, bírtam még fejleszteni a fegyverzetemet. Ú, de szépen mellőttem. Lehet ezt a fegyver újratöltést gyorsítani, ami megint csak hatékonyabbá teszi egy kicsit a fegyverünket. Na-na. Na, italboltba. Mi a helyzet? Dehol semmi. Itt láda, ott lesz nagyobb láda. Na, hát most már megcsináltuk a feladatot egy kicsit. Akkor szedünk össze cuccokat. Itt lőttem a nyilvesszőmet. Áááá!
Minőrendesek, hogy itt dobálnak egyet el. Eldobom, de ha valaki jön. Hallom a hangodat, te macsak. Rengeteg ilyen szöges baseball ütő van egyébként a játékban. Illetve a fegyverekből is elég sokat lehet találni. Kicsit neki durászkodik az ember az elején, rögtön tud összeszedni dolgokat. Ennyi volt itt. Hát jó. Ám legyen, hogy én még belesek. Na, honnan jött éte? Nem ész már. Az új halálos lövésem a vállövés. De ide hallgass! Adok én neked ordítani? Vagy nem? Hát nem hiszem, hogy nem bírom megütni. Repülj, baby, repülj! Még elfogyott a staminám, addig üldöztem. Noha, rengeteg bérház van itt. Eszméletlen mennyiségű fával, alig látok valamit tőlük. Ezeket is lehet fosztogatni nagyon szépen. Ami jó a játékban, hogy nyitva hagyja az ajtókat, ahol jártál már. És így azért be lehet igazítani a dolgokat, hogy... Nem. Há, ezt igazi, ezt változtatták a játékon, le tud most már szállni. Fekete melegítő nadrág. Ezt a sok flancos ruhát. Ennyi volt itt. Oké, hát jó van. Ezeket eldobálom már, elnézést, de ezek nem kellene. Mondtam, maguknak a ruháknak nincs semmi jelentőségük, csak látvány, csak nézet. Most kinyitni a másik ajtót is. Azért, hogyha valaki be akar jönni, akkor jöjjön be, inkább... Akkor. Egy ilyen bérházban viszont rengeteg lőszert össze lehet szedni, cuccokat. Tényleg hatékony. Hát most ezt a rész, ez egy ilyen barangolós, felderítős rész lesz. Megmutogatom, hogy hol, merre, mit lehet találni. Üres. Még egy tál, ruha. Ürke melegítő, oké. Egyre jobb. Tehát ez a szexi rövid nadrágon kívül gyerekünk másul. Azt a neki. Hát látszik, hogy ez könnyű szint. Itt azért ennyi cucc nem szokott lenni, illetve ennél sokkal több zombi szokott lenni egy normál módnál. Hardnál meg sem merem, bele sem merek gondolni, hogy ott mennyi cucc van. Na, és akkor egy újabb étel.
még rengeteg helyünk van. Ez a kenőanyag, van nálam már kettő, el lehet venni különböző helyekről, cuccokból, gyártani nem lehet. Viszont ez ugyanúgy egy fontos nyersanyag, későbbiekben nagyon hatékony lesz, viszont nem lehet gyártani, csak találni, úgyhogy nagyon sporogatni és vigyázni kell rá, hogy ezeket nem szabad eldobálni, és föl kell szedni őket feltétlenül, mert nem mozgasd a fejed. Hát ezt nem hiszem el, hogy pont ordítani kell-e. Azért. A részek elején mondtam, hogy nem tudom, hogy az mire való az a kenőanyag, most már tudom. Eljutottunk arra a szintre, a Twitch csatornán ott vannak a sorozatok, és ott tapasztaljuk ki igazából a játékot. Hello baby! Egy kis, igen. Eljelövöd őket, úgy leülnek a földre, mint a húzat. Egy üres szoba. Egy üres szoba. És még egy üres szoba. Na, ebbe van cucc. Pajszer, rész. Teljesen jó. Hát megmutatom ezt a nadrágot, csak hogy lássátok. Hát egy ilyen. Nekem nem jön be ez a pajszer sem kell. Ledobáljuk. Jó. Egy ház kész. Már csak 25 van hátra. Nem tudom mennyi ház van itt, de rengeteg. De nagyon jó kis sok emeletes. Bemegy az ember, elkezd takarítani, és akkor szépen ki lehet pucolni. Ugye itt kinyitottuk ezt az ajtót, de nem ott jöttünk be, hanem itt. Itt is távozok. Érképpen azért megmutatom, hogy végül is mennyire voltunk mellette. Tehát itt, ahogy van ez a kórház, van ez az út, és itt van az a lejárat. Igazából, ahol le lehet menni a metróba. Jó, tehát ide. Igen, tehát valahova ide, itt lehet lemenni. Erre a részre kell jönni. Na, hát. Takarítsunk még ilyen házat. Még van helyem. Lőszerem nem nagyon van, úgyhogy ezt mindjárt... így már elég lesz. Igen. Üres a földszint. Teljesen jó. Energiaszelet. Minden szedem az energiaszelet itt a hűtőből. Jó, itt vannak kívül páron. Összeégett emberkék. Mennyien vagytok itt. Motoszkálj már ennyi. Hova a túróba ment? Ne bujkálj! Úgy is elintézlek. Egész szép kis tudsz halom van itt. Hetedik napnál tartunk. Tizedik, tehát a kilencedik napon kell felkészülni, hogy a tizedik napon már jönni fog óriás, és arra már viszont valami nagy kaliberű fegyverre kell készülni, nem... hello baby. Sorry. De hát ez volt a leggyorsabb. Valami nagy kaliberű fegyverrel kell készülni rá.
Őket már sima ilyen csapdagépekkel nem lehet elintézni, oda már lőszeres fegyver kell. Ilyen minigán, a lángszórót kicsikre közepesekre használjuk a lángszórót, az arra használható. A ballisztába nagyon sok lőszer kell, és a balliszta maga kisebbzésű. Oké, köszi. Kisebbzésű, és nem túl hatékony óriások ellen. A közepesek és a kicsik ellen nagyon jók a ballisztát. Tehát arra lehet használni, de úgy használjuk, hogy lehetőleg a balliszta nem lő pontosan. Tehát be kell szorítani őket szűk helyre, és ott lőni ballisztával, vagy szembeszaladjon a ballisztával, ugye, ahogy én is építettem. Az hatékonyabb megoldás nála. Összeszedtem a nyilvesszőimet. Az egy kisebb ház volt. Amott, mint a több szintet mentem volna fölfele. Lezárták a tető részt. Úgyhogy oda ilyen minigánok, ágyúk, ezek a kellően megfelelő fegyverzet egy óriás ellen. Úgyhogy a következő részekben majd ezt fogjuk kiépíteni. Most az elektromos dolgokból egy párat megpróbálok lerakni, most 10 óra van. Nagyon jó állunk időben, a feladatot nagyon gyorsan teljesítettem. Így, ha tudja az ember, hogy hova kell menni, azért haladósabb a dolog. Tehát akár láttátok előző részben is, hogy eltévedtem egy kicsit, hogy már megcsináltam egy feladatot. Bizony 3-4 helyszínt körbe lehet szaladni egyébként egy napon, úgyhogy meg lehet csinálni, és akkor utána tényleg az építkezésre koncentrálni. Rengeteg cuccot fél egyszer. Ezeket csak most szedtem fő, szinte. Szép mennyiségek. Hello! Én sehol semmi. Tovább. Jósó üres, szoba üres, másik szoba üres. Ne hajolj le! Ennél komplikáltabban körbe sem mehettél volna az asztalon. Ha a sebzést kapunk, ezt a jobb gombos kitartást, ezt elveszi. Újra kell nyomni a jobb gombot. Ezt a jobb gombos célzás, mondja, addig nem lehet lőni, míg ezt nem nyomjuk be. Ezért küzdöttem ennyit? Ó, 24 darab üzemanyag. Olyan lángszorot fogok építeni, mint a húzat. Kilógok ez a falon. Tök jó! Kicsit átlóg. 10 óra. Szerintem akkor délelőtt itt elcsavargunk a városba, szedem magamat egy kicsit, és teljesen jó. Jó, senkit lent. Hát akkor bontsunk. Ezek a ládák amellett deszkát és szeget adnak, általában van bennük valami cucc, hogyha lehet faanyag a deszka, ami is faanyag volt benne. Vasöntvény, na ott van például szeg. Tehát magát az, hogy ládát szétszeded és megkapod a, úgymond az építő elemeit, azon kívül kapsz még valamit, amit tárolt a láda általában. Ott van bedugva a lőszer. A kis cselese.
De teljesen mindegy, tehát érdemes mindent szétszedni, amivel csak összefut az ember. Látjátok, nagyon kis hasznos cuccokat vesz föl. Hát mondtam, 3 óránként ment a játék, és ezért néha megakad egy pillanatra. Csinál itt van játékmentve, ugye ezért kezdett takadozni. Csinál egy ilyen biztonsági mentést a játék. Hasznos, hasznos, nagyon jó, azt nem szabad kikapcsolni. Az ember a saját mentését néha elcseszi, akkor vagy éppen a feladatot, akkor bizony hasznos tud lenni, hogy vissza lehet nézni. Twitch csatornán lehet látni erre példát jó párszor. Belebuktam egy-egy csapda sor építésénél, nem volt hatékony, vagy éppen kicseleztek, vagy valami gebasz ütött be. Hoppá, hello baby. Fejlődést kapott. És bizony olyankor nagyon hatékony tud lenni a mentés. Visszatöltöttem gyorsan egy pár órával ezelőtti állapotot, és akkor onnan be tudtam fejezni, vagy tudtam módosítani úgy a dolgokat, hogy ne faragjak rá. Hello! ordított volna, de nem hagytam. Jó cuccokat szedek össze. Hihetetlen, hihetetlen, miket nem szed össze. Láttam, hogy elbújtál a fal mögé, te apuci drága. Ezt már lőttem. Még egy fejlődést szeretnék? Ez az. Nézzük egy ilyen nagy ládát, ami van. Kötél, faanyag, vasöntvény, szeg, a deszka. Nagyon jó. Anyag, szeg. Ó, pont itt a vége. Meg is van, 11 óra. Hát, elég sok mindent összeszedtünk, lehet, hogy visszamegyek most, és nekiállok építkezni. Még csavarogjak. Ha már azt mondtam, ez egy rész csavargós, akkor lehet, hogy nézem a állapotok, hogy állnak nálam. Getek cucc. Hát olyan fölösleges dolgot úgy látom nem vettem fő. Vannak könyvek. Beszélgetések és mondások, időáramlás. Tényleg, ha már itt vagyunk. Két helyszínt azért csak megmutatnák. Az elég speciális hely, ha megtalálom. Elég speciális hely, ha már itt vagyunk. Megnéztük a likőrboltot. Az nagyon pofás. Ezeket szétszedem, mert ezekbe rezet keresek. Azt mondja, hogy az a kórház. Ez az autó nem szedhető szint. Ez dekor. De ugye nem nagy vagy, hanem csak hello fiúk! Mi újság? Jó vagytok? Oké. Ne legyetek rám mérgesek, de kicsit átkocogok. De sem azt. Azt az épületet. Itt van! Templom! Hányan jöttök rám? Na, visszafordult mindenki. Olyan izék vagytok. Pedig én lőni akartam. Na, az egyik a templom. Érdekesség. Konkrétan az egyik metró aluljáró itt van. És az mellett van. Itt mindjárt a templom. Kórház háta mögött. Hát így lehet betájolni, hogy vajon hol van ez. Ezt a bokrot, ezt én írtam minden, mert nekem ez mindig tudva van ez a bokor. Jó, na. 200 lőszer, az igen. Persze. Már a puspa innen.
Még itt valaki? Ne zaklasson már engem senki. Jó, na mindjárt bemegyünk a templomba. Kicsi érdekességet. Ez nem küldetés hely, ez csak simán egy helyszín, ami lehet ennyi. Hát ez tényleg easy, ez a könnyű mód. Hát jó, hát ha ennyi, akkor én nem kötözködök vele. No, hát templomba vagyunk. Kicsit le van amortizálva, szerencsétlen. Vannak ládák, van egy csomó lőszer benne. Normál módban itt kb. 12-en voltak bent, azért készítem ilyen nagy slunga, aztán közben alig van valaki. Van itt két lőszeres cuccos. Azt is, ha valaki szereti a katonát, itt biztosan talál egyet, itt föl lehet venni. És ez a lényeg, ezért jöttünk ide. Ez kérlek szépen belső égésű motorok könyv. A Biblia mellett. Hát ez a vidék, ez ilyen. Szóval itt lehet találni kardot, lehet találni lőszert, apuci méretű zombikat. Na, hát ez volt az egyik kis érdekesség. Ez mégiscsak egy ilyen kis különleges hely. Jó, közben nézem, hogy a felvétellel is minden rendben van-e. Csinálok is mindjárt egy képernyő képet, hogy megjártuk a templomot. Hát ha kicsit szükségem lesz majd egy-két fotóra. Na, kapcsold vissza. Oké. Következő érdekes hely az... azt hiszem ott van alacsony. Ez lenne az? Ez. Óvatosan mozgok, mert itt is elvileg kéne lenni egy óriásnak. Van itt egy lapos épület, egy lapos fallal körülvéve egy ilyen nagy toronyház mögött, tehát ott van a kórház, itt van egy toronyház, és az a háta mögött van egy ilyen lapos kis épület. Itt tudjátok talán legegyszerűbben megtalálni. Nem látok nagyot. Oké. Red Hand, őshaj, valami borbély üzlet van itt. Legalábbis azt hiszem, nem biztos. Jó, az ott egy savas. Igen, itt van erről egy jó pár emberke. Ott a nagy. Tudtam én, itt kell lennie nagynak, mert ez egy nagyon fontos hely szín, úgyhogy kicsit kitakarítom a kicsiket. Pusztulj már meg! Ne zavarjanak meg, hogyha elkezdek a nagyja harcolni. Igen. Senki nem dob ládá táskát. Jó, akkor jöjjön a nagy. Na, kicsit közelebb megyek, mert grafikai felbontásom miatt nem látszik, de rendőrség. Ha esetleg valakit érdekel, akkor ez a rendőrség épület. És mi van a rendőrségbe? Fegyverek! Nem is kevés fegyver. Ha easy módba jövünk ide, akkor szerintem dugig lesz fegyverre. Most egyelőre 700 lőszernél tartok. Az udvar tele van kocsival. Tehát ha valaki esetleg szeretne kocsit is fosztogatni, itt rengeteget talál. Szint túlzásban vagyok a lőszerre, látva. Hello baby. Óriás néniket utálom. Kicsit az okon vette, hogy lábon vagy fejbe lőttem. Két oldalú tükör. Kis rendőrség. De már látszik ott bent ott a lőszer. Halom. Kenőanyag. Nagyon jó. Nagyon jó. 12 óra. Egész jól állunk. Valakinek jobb a
felbontása, akkor bizony ezeket a manuszokat ki lehet szúrni üvegen keresztül is. Lehet látni. Nagyon sok szoba üres egyébként, legalábbis normál módban nagyon üres volt. De itt az ember egy kicsit bekukucskál, be lehet látni. Meg fog-e minket lepni? Jó, tud látom, itt is eléggé üres. Amíg a folyosó az baromira üres. Jó, senki? Oké. Remélem, ez nem fogok megtelni. Húha. 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 Anyag, lő... Úr, itt rengeteg lőszer van, fogom bírni fölvenni. Na, itt vannak még kardok. Jó, ez egy üres irattár. Ez egy tárgyaló, ez két ajtós. A másik ajtó is ott van, itt a pulton nincs könyv. Jó, tehát akkor ez volt a túloldal. Ez pedig a zárka rész, itt sincs senki sehol. Ó, hát ez tényleg easy. Itt is tele van a... Tele van az épület lőszerre. Jól tudom venni. Senki. Ameddig csak tudok, addig veszem föl, majd lehet, hogy kajákból dobálok el, akkor rengetegen van. De amíg tudom fölvenni, addig veszem fel a dolgokat. És lőszer, aztán neki. Hopp, egy nyílpuska, azt eldobjuk viszont. Van még. Jó, kajákból. Csirke, úgyhogy hát nem nagyon kéne eldobálni semmit, ha nem muszáj. Kérlek szépen, 800 lőszernél tartok. Jó, itt sehol semmi. Én tovább. Kezdtem csodálkozni, hogy a folyosó ennyire üres. Nem volt az ennyire üres azért? Ciki. Tudom, hogy elvesztek egy nyilvesszőt, de hát annyira nem foglalkoztat. Oké, fekszek. No, itt is fegyver. Ugye ez egy kihallgató szoba. Isten, dugik vagyok, üresen indultam és dugik vagyok. Sok lőszert hoztam magammal, ennyit nem kellett volna. Nem gondoltam, hogy ennyire lájtosan meg fogom tudni oldani. Ó, pont a baseball ütőt nem bírta fővenni. Helyes. Ha nem fogok tudni fővenni lőszert, lehet, hogy eldobálom a nyilvesszőnek a lövedékeit. Ó, még itt másik fajta nyilvessző lövedék is volt. Jézusom. Illetve olyat dobok el, hogy csont. Jó. Jó, igazából még azt oda nem jutottam el, de majd megmutatom, hogy igazából miért kell a rendőrségre bejönni. Amellett, hogy rengeteg lőszert fel tudunk venni. Még mindig fel tudom venni. Okay. Igen, itt van a lépcső fölfele. Ruha. Manusz. Hát megnézzük ezt a ruhát, ha fel tudom egyáltalán venni. Bőrcipő. Az van a lábamon is. Oké, akkor nem kell. Több bőrcipő. Bocsánat, ezt viszont eldobom most már. Nem vagánykodunk tovább ezzel a baseball ütővel, mert nagyon béna vagyok vele, mint láttátok. Igen.
Ilyen nagy láda. Nagyon jó tudja halmozni. Ezért érdemes fejleszteni azt a... Ezért érdemes fejleszteni azt a részét a dolognak, hogy több tételt tudjál magadhoz venni, tehát egy fagba több tétel férjen. Pontosan az ilyen cuccok miatt. Mindig halmozza. Jó, erőjöttem. Itt nem voltam, csak bent. Ordítozzál már. Szerintem fejem fölött morognak, mert van még egy szintje az épületnek. Ami speciális az, hogy magára tetőre nem lehet fölmenni. Ja, itt nem voltam bent, tényleg ezt kihagytam. Ó, ez morgott itt rám. Sehol semmi? Oké. Itt volt az a szoba, ahol láttuk ott bent. Sétálgat. Egyedül vagy bent? Hát az teljesen jó. No, szóval fegyvert láttunk, egy fegyvert, itt van nyílpuska is. És itt a könyv. Lőszer enciklopédia. No, ezért jöttünk be, ezért a könyvé. Igazából itt volt szembe velem, de azért itt körbe szaladgáltam. Vettem fel egy csomó-csomó mindent. Jó, még itt is van lőszer. Sziken. 899 lőszer. És még nem voltunk a fegyvertárba. Íme a fegyvertár. Úristen. Easybe. No, könnyű szinten ennyi cucc van itt. Gabival itt találtunk talán egy ilyen kis ládát, vagy kettőt. Maximum. No, hát ha valaki fegyvert szeretne, és fegyvere szeretne feltöltekezni, ezt a részt kell megcsinálni az elején mindjárt. Azt az egy nagyot kell legyőzni a bejáratnál, az húzós azért, hogyha nincs fegyver az embernek, de ha ide beszabadulsz, akkor látod, itt rengeteg-rengeteg cucc van. Pste, 1035 lőszer, és még nem voltam az emeleti szinti fegyverraktárban. Teljesen jó. 14 óra. Még nem voltam az emeleten. Még csak ez az alsó szint volt. Elnézzük az emeletre is. Igen. Ennyi? Oké. Úristen! Pajszert hagyd is ott a pajszert, nem kell nekem pajszert. És örülök, hogy bírom vinni a cuccot. Semmi. Fegyver. Oh. Nem fogom tudni fölvenni a könyvet belőle. Basszus! Kész lett tele. Ajjaj. És jó lenne látni, hogy mit dobott el. Igen, most már tele vagyok. Most már tényleg elmondhatom, hogy tele vagyok. Tehát csak talán a könyvet feltom. Háború művészete. Deszkát nem tudom fölvenni. Vagy amaz, hogy nem mutatja. Van még egy könyv alatta. Föl kéne venni. Sálálálálálá. Három levelet eldobunk. Illetve ebből a fanyagból dobok. Tudni fölvenni, csak így. Macska fizika. Szerintem olyan könyvem már van. Jó, szerintem most már csak megmutatom a lényeget, mert most már nem fogok tudni fölvenni semmit. Van fönt egy... hoppá, ez egy kajálda. Nem így akartam bejönni. Na még akkor megnézzük, hogy innen itt markol föl. Ütlított hagyta, oké. Jó, itt van még egy kajálda. Valahol kell lennie fönt egy fegyverraktárnak. Van még egy tárgyaló. Na
Nehogy, hogy már előre is tőtte, hát van viselkedése. Jó, itt lesz szerintem a fegyverraktár. Igen, ez az. Itt még rengeteg fegyver van. Hoppá, nem bírom elvinni a fegyvert. Annyi lőszer van már nálam, hogy nem bírom elvinni. Itt is fegyver, itt is fegyver. Jó, hát ezeket itt hagyja nekem, tehát igazából későbbiekben visszajövök, akkor itt tudok még összeszedni dolgokat. Oké, jó. Hát szerintem megmutattam az épületet. Úristen, még rengeteg könyv van itt. Volt bent egy. Gyere, bébi, gyere. Állj már meg. Ó, te most már szokja a főből. Hát. Ember. Isten, itt még rengeteg könyv van. Na jó, gyerünk vissza. Szerintem... jó felé jöttem szerintem, pont az ellenkező oldalon. Jó, hát ide még majd visszajövünk a rendőrségre. Itt még rengeteg cuccot itt hagytam. Igen, itt körbe. Itt a bejárat. Jó. Hát én most már nem szedegetnék föl semmit. Malakszotok, ezt eldobom, ezt a... Na, tedd már a kezedből. Nem bírja letenni a kezéből, mert nincs több helyem. Ezt eldobom. Így, és akkor így le tudod rakni. Jó. Gyorsabban szalad egyébként. Műzli szelet hegyek. No, arra van a hazaút, úgyhogy végig sprintelek. Rengeteg autó, rengeteg cucc. Hello, baby. Macska. Itt kórház. Igazából ez a kórház a legjobb tájékozódási pont. A térképen elég látványosan látszik egy kereszt alakú épület. Teljesen jól kivehető. És ha ehhez igazodik az ember, akkor ebből tájékozódik, nagyon sok ilyen helyet ki lehet szúrni, ahol tényleg rengeteg cucc van. Könnyű szinten, itt látjátok, pillanat alatt tele lehet pakolni magunkat. Elég jól ellát bennünket a játék mindenféle készletekkel. Szerintem nem lesz probléma, hogy nekiálljak építkezni. Hát menjünk az úton tovább. Jó, hát ez egész jó lett. Nekiszállok a hordónak. Oké. Okay. Jó, ás haza. 15 óra. Hát szerintem még el tudom kezdeni az elektromos részét. Egy kicsit. Nem tudom, mennyire építkeztem ki már eddig. Belőlem. Az egy farkas. Az egy farkas. Farkas nem biztos, hogy le tudom hagyni. Főleg, ha elfogy a sztaminám. Még kanyarodik az út. Lehet, hogy lecsapom a kanyart. Itt jöttem át a másik útra. Aha. Én a ösvényen jöttem át a másik útra. Oké, okay. Na hát nyomás haza. Megnézzük, hogy hol tartunk, mi újság van. Hello, fiúk! Ezek a vakon zombik, ezek most másztak ki a földön. No. Nem látok semmit ezektől a fáktól.
Ó, mi ez a folyó? Ennyire eljöttem volna. Még folyót is ki ne ússzak. Ne szokakozzatok velem. Ú, tényleg. Bakker. Ajjaj. Hát remélem átbírom úszni. Jó, nagyot kerültünk. Jó, jó messzire elmentem. Éppen-éppen átértem. Staminából. Józi! Na, akkor futás. Ojjaj, ojjaj. Szóval most már nem úszom meg. Hol vagy, bébi, gyere! Nem fogom tudni fölvenni. Amit tudok, azt fölveszem belőle, a többi az orkaspél. Jó van. Nem bírom elrakni a fegyvert megint csak. Oké. Okay. Iketyút. Meglek, téged már vettelek föl, úgyhogy... Jökére tudnom venni a bőrét. Á, persze, egy föl tudtam venni. Jó, akkor most már ez az út az, ami a... Az én utam? Ó, hát hazaértünk. Itt vagyunk. Oké, falak készen állnak. Csaptasod is egész jól áll. Oké. Király, megjöttünk. Ó, mamám. Kicsit grafikailag szétesett. Szegény. Mindjárt fölveszem. Ja, nem veszem föl, mert nincs helyem. Lepakarom ezt a rengeteg lőszert magamtól, és akkor lesz helyem, és utána mindjárt nekiállunk itt kitalálni, hogy hova is kellene az elektromos. Ó, azt a jó istenit. De szépen áll a grafikám. Ujjaj, keresnem kell egy ládát, meg bepakoltuk a lőszt. Na, itt vannak érdekességek. Azt mondja, hogy könyveket akkor ide rakom. Ezt is, ezt is, ezt is. 14. Nagyon jó. Nagyon jó. Könyvhegyek. Azok kellenek. Ezeket nem ide pakoltam, vagy nem pakoltam le. Bőrök, csontok itt vannak. Ide mennek. Ez is, ez is. Ó, még mindig maradt nálam könyv. Hol láttam? Ott láttam. Azt mondja, annyi pályán játszok, hogy most már lassan belekeveredek, hogy melyik pályán mit hova pakoltunk le. Aztán puskapor van ám mindenütt. Be is van puskapor. Közben meg ide. Oké. Okay. Jó, hát ez üres, akkor ide lerakom a lőszert. Amár ilyen jól összeszedtem magamat. Minimálisat hagyok csak magamnál, nem kell, hogy itthon. Itthon nagyon sok legyen nálam. Még mindig van puskapor. Jézus. Kancsó. Eteményesen. Na, figyelj csak. Hol adod be? Itt adod be. Most már fölveszem ezt a szemtelenet ide. Ide húzódott. Jó, erről valahol ki kell találjak egy helyet. Elég szűken építettem a bázisomat. Kicsit bővíteni kell majd rajta. Erről nem szabad, mert itt úristen, szerencsétlen állatok szanaszéjjel vannak.
Hát ez... Mag nincs nálam. Na, magot azt veszek föl, mert így nem fogok tudni semmit csinálni. Ja, itt vannak a felszerelések. Na, ide ezt berakom. Itt is könyvek vannak. De szépen pakoltam. Jó, abba kaja volt. De bőrök. Berakom. A csontot ezért dobtam el, mert igazából rengeteg... Rengeteg-rengeteg csontot föl tudok venni. Rendet kerakjak majd ezekbe a ládákban. Attól tartok, ezt fölvesz. Reset. Ilyen. Üres. Itt a mag. Megvan a mag. Ebben nem kell semmi. Jó. Ültetek egyet. Jó, és akkor azt mondja, hogy itt kéne valahol elkezdeni az elektromos részt kiépíteni. Ne legyünk túl messze se a csapda résztől, viszont nagyon közelre sem szabad. Illetve a támadási iránynak az ellenkező oldalára kellene mindenféleképp építkezni, vagy legalábbis így próbálni. Most így tapasztaltabban már rájöttem, hogy nem jó fal mellé építeni a bázist. Azért raktam oda, mert hogy így egy irányból védve lesz, nem jó megoldás. Jó megoldás, azt kell, hogy mondjam, ráadásul nagyon dobódalom vagyok. Jó, de itt elkezdem, és akkor majd közben magyarázom is, hogy... Na, miért nem tudok építeni? Leraktam magamtól még a fát is. És mondjuk, akkor benézzünk, hogy ez ami... Még itt... Ó, ezeket is felvesz. Szemben. Kelleni fog? Jó, most már tudok építeni, ugye? Igen, jó. Jó, elvileg a csapdám az bírni fogja ezt a támadást, ami most jön. Jó, hát egyelőre ekkora. Majd folyamatosan bővítem, alakítom. Állítom a dolgokat. Na most. Ami nekünk kell, az ilyen motor. Ilyen dugó. Igen. Közben fejből minden nem megy. Ó, már tudok is csinálni. Jó, motor, dugó. Szeg, rengeteg, rengeteg, rengeteg. Akkor még építünk még motor. Még motor, még dugó. Még egy dugó. Kettő akkumulátor. Karbantartó készletet tudok. Nem kell. Beindítom a gépeket is, hogy ezek is hagyd dolgozzanak. Jó, most még ezt is be fogom indítani. Ez majd törődjünk nekem. Jó, igen, azt mondja, hogy az megvan, az is megvan. Jó, hát nagyjából fejből sikerült összeraknom, hogy mi kell. Azt mondja, hogy ilyen csodás szélerőművet lerakni. Egy. És kettő. Már dolgoznak is! Most már csak kéne valamibe bele is tűtik magukat. Így van az akkumulátor. Arról van a csatlakozó. Na most egyelőre így rakom alá, majd ezeket rendezgetem, éppen arról van szó. Nagyon jó. Azt mondja, hogy továbbiakban kell nekem egy olyan eszköz. Ó, ezek még ki sincsenek fejlesztve. Maga az asztalt kell följavítanom.
Aha, motor áram, dugó, jó. Tehát akkor motor, dugó, biztosíték. Igen. Ja, áramkör, bocsánat, nem az, ez kell. Három! Ó, de telhetetlenek vagytok. Igen. Jó. Most már tudok itt ilyeneket csinálni. Ezt nem. Jó, az nem baj. Itt kell egy ilyen, hogy vezetékcsatlakozó. Ezt rögtön be is rakjuk. Hetes gyorskombra. Illetve elektromos vezeték. Á, tudok lángszórót csinálni. Csinálunk szórót. Most van üzemanyagunk bőven, úgyhogy lángszórót berakjuk. Majd kipróbáljuk. Jó, hetes, és ott be is adja valódat, hogy vezeték. Ha ilyen van nálunk, akkor az ilyen berendezések már kéken és zölden világítanak. A zöldet összeköt a kékkel. Ígyni. Zöld a kékkel. Ígyni, és utána ugye a zöld a kimenet, a kék a bemenet. Innentől kell majd kifele mennünk, és csinálunk egy olyat, hogy egy ilyet. Ez pedig 5 darab, 10. Úgy kell, mennyit sikerült kivennem most képezetből? Eket, nagyon jó. Na nézzük, csak ez kell nekem. Mennyi részdróton van? 1. Az kell még 5. 46 rész öntvényen van még. Jézusom. Az nagyon jó. Dugó kell több. Az biztos, hogy abból kell. Műanyagom nincs. Dehogy nincs. Hát itt volt a ládában. Nem vettem föl. Ah, hogy ne von. Oké, el is használtam mindet. Jó, ezt le is tudom rakni. Azt mondja, hogy... Igen, nekem ezt a bázist majd errefele kell hosszabbítanom. Ez még így édes kevés. 18 óra, hát... hát ezt szűkre fogom szabni. A dolgot. Ja, igen, mert hogy azt mondtam, hogy nagyon, nagyon beépítettem ide. Elég szűk helyre építkeztem. Azt kell mondjam, nagyon-nagyon szűk helyre építkeztem. Ezt a falat folytatni kell. Nagyon beszorítottam magamat ide egy kis helyre. Ez majd a következő rész az jobban építkezős lesz, akkor majd egy kicsit itt át fogom rendezni a dolgokat. Sem megy át. Hát... oké. Van még időnk éppen. Rendezkedhetünk itt egy kicsit. Elvédjük útba. Én fogyott el cementet, fogyok el. Tudok csinálni. Azt mondja, hogy... Nézd, ő. Ott kiveszi. Ó, itt volt az elektromos lemez, de jó. Na nem baj, a legközelebb nem kell. Nincs semmi. Műanyag. Nem kell. Épülőrök nem kellene. Üres. Jó, üzemanyagom az van rendesen. És már ki ezt a ládát. Műszerem is. Ebbe is bőrök. Meg ebbe is bőrök.
Már legyünk már egy helyen, mert bele fogok kavarodni. Nem, mintha eddig nem kavarodtam volna bele. Borzasztóan. Oké, itt csaptaképen is van. Jó, itt vannak a kaják. Ide pakolunk rá ezeket. Nem kellenek. Vízviszeletet is. Igen. Jó, azt esszük, esszük, használjuk, használjuk. Yes. Ja, itt vannak a zöldségek. Jó. Meg a ruhák hozta. Jó. Már nem tudom, mit kerestem. Mészkövet kerestem, egy párat találtam, de... húzásba. A dolgokat. Nem. Ilyet tudok járt. Nem nagyon bányáztam követ. Ilyen, ilyen sima követ nem nagyon szedtem szét, de majd mindjárt fosztogatunk egy kicsit. Jó, és akkor ez van. Jó, ide hátulra biztonságba. Ne legyen gond belőle. Lerakunk egy alapot. És fel is újítom mindjárt egész fény. Nagyszerű. Erre rakom ezt az elosztót, amit megtalálok mindjárt. Egy ilyen elosztót rakunk le. Igen. Probléma. Ezek a vezetékek, amiket amikkel kötögetem össze az elektromos berendezéseket, ezeknek van egy bizonyos hossza. Ezeket érdemes kisatszolni, hogy meddig ér el egyáltalán, mert nem jó volt, hogy ezt az akkumulátort ilyen közelre raktam, de ezzel lehet, hogy így megszívom. Ugyanis ja, megnézem, meddig ér el a vezeték. Aha, igen. Tehát akkor végül is nem volt rossz ötlet, hogy ide rakjam. Ennyit jön el. Viszont nem fognak a hengerekig elérni. Az első hengerekig nem fog elérni. Oké. Ezt köszi. Akkor csak vissza kell rakjam ide. A francba. Azt mondja, hogy... akartam. Kapcsolóból ezt és így forgatom, hogy lássam a csatlakozási pontokat. Így van. Na, ezen ennyi csatlakozási pont van. Látjátok, egy bemenet és egy nagy rakás imenet. És itt is úgy kötjük össze, hogy a szöldet. Ó, amiget el az aksi. Ez nagyon pici aksi, úgyhogy ez nem sokat bír, ezt fejleszteni kell majd. Igen, és oda bekötjük. Nagyon jó. És akkor innen lehet majd tovább húzni azok az eszközök felé, amiket szeretnénk árammal ellátni. Na most... Ajaj. Igen, mert ugye odaálltam ki, de most már nem oda fogok kiállni, hanem itt fogok a végén állni. Tehát erre fele kell jöjjenek. 19 óra. Hát akkor haladósra vágjuk a dolgot, és szedünk szét itt dolgokat. Egész itt fognak eljönni. És itt kellene elfordulniuk arra. Oké. Hát remélem be bírom fejezni, van még idő végül is.
Jó, ide megpróbálom még hengereket fölépíteni. Remélhetőleg egy párat el fogok bírni. Eddig is van a penge. Ja, akkor ide. Köszi. Most mented el. Bocsika, bocsika, de ezt be kell fejezzem meg. Na. Így, és itt, itt fog eltörni a cucc. Valahol, igen. Mondom, 8-as. Itt fogunk elindulni visszafele. Ezt kiszedjük innen. Ide rakunk egy talapzatot. Ide fog jönni a lángszórónk. Hál' Istennek meg kell próbálni mindent kövé változtatni, mert lángszóró föl fogja gyújtani itt az egész hóbelebancot, hogyha nem. Jó, és akkor visszamehet a hengerre. Most már. De mit csinálsz? Én rányomtam arra. Úgyni. Jó. Így, itt fognak visszafordulni. Kell menniük erre. Igen, akkor továbbra is a 8-as. Igen, ezt beszedjük innen. Ez is egy 20 csapdagép. Ez csapajtó, ez nem fog kelleni most már ide. Remélhetőleg nem jutnak el idáig, hogy, hogy igen, bántsanak. Ne is szárom, illetve rakok egy fél falat ide, hogy... Ígni. Tehát ott, ott átjönnek, itt el kell, hogy forduljanak erre. Úgyhogy ezt leszedjük. Még tovább jönnek erre, itt fognak egy kicsit keringőzni, és valahol itt elindítom őket majd visszafele. A balisztával össze kilopjuk a lőszert, nem szedjük úgy szét, hogy van benne. Jó, tehát itt jönnek vissza. Erre itt kell egy külső falat építenem. Megkacskaringóztatom őket, aztán rendesen. Így. De szarul raktam. Azt a kurva. Hey, de szar le. Oké, na újra. Szóval ide csak egy szinten lejjebb a képcélcsköz. Ezt is. Á, itt már nem tudja. Akkor itt egy kicsit emelünk majd. Ezt meg kéne kerüljék. Dolgot. Úgy, de rossz helyen van ez a szikla itt nekem. Basszus. Itt kéne visszajönniük. Hát lehet, hogy ezt rövidebbre szabom. Ezt a dolgot. Lehet, hogy fogom elhozni.
Belekavarodtam, belekavarodtam. Á! Picsákat, sokkal egyszerűbben megoldom, sokkal egyszerűbben. Ezek nem kellene ki. Itt ez fogtam gyors. Hát persze, hogy nem lehet oda rakni. Igen. Mellé egy lépcsőt. És akkor itt kívülről meg a padlólappal meg a lezárás. Hígni. Ennyit remélem fel tudok újítani. Super. Mi? És akkor itt az ingák, azok hogy állnak? Pont fordítva. Oly, persze, mert merre voltak. Nem erre készültek, hogy ezek így álljanak itt. És akkor ide fogom elkezdeni őket lerakni, csak az ellenkező irányba. Forgatva. Így. Így. Van 6 csapdagépe, atya úr. Akkor még rakunk le. Így. És akkor csak kívülről, a biztonság kedvéért rakunk valamit. Arról van is. Nagyon jó. A tetejére is rakok azért egyet, mert nem bízok én benne, hogy ezek ott nem akarnak átmászni, vagy átesni rajta. Igen. Hát itt tartottam. Le fogok futni abba, hogy elfogyott szementem. Jó. Itt körbe tudnak jönni, el tudnak jönni erre, és akkor ide már lehet rakni valamit, például lehet építeni vissza a ballisztát. Igen, ez is. Oké. Jó, azok még maradnak. Oké, ide felrakhatom a ballisztát, és akkor itt tudja lőni őket. Ide. Tudja majd lőni őket, hát hoppá, sajnos lőni fogja kicsiket is, nagyokat is, mindegyiket, de ugye mindegyiket lőni fogja, és akkor ide föl lehet építeni a lángszórót. Gyors megcsinálom még.
Azt mondja, hogy mi kell hozzá. Motor meg egy. Jaj, azt nem biztos, hogy tudom csinálni. Motor tudok. Ah, csak a részét fogyott el. Disztrótom. De van rendesen rezel, most hoztam. Így. És mászikráznak is. Jaj, de jó, szuper. Örülök neki, hogy már nem bírtátok ki, hogy ne romoljatok el. Jó, mindjárt megjavítom őket, mert nem lesz jó. Igen, sajnos ezek elromlanak. Néha-néha javítgatni kell őket, és olyankor leáll az áramtermelés, ami egy kicsit zűrösebb. No, ide föl lehet rakni a lángszórót, csak közben elhasználtam a szegemet. Aj, cement! Cementtel vagyok bajba, hihetetlen. Hihetetlen, hogy cementtel vagyok bajba. Látok a gépek. Kis lapolom belőle lehet. Azt mondja, hogy ő... igen. Csúra. És... újra tölt. Igen, és újra tölt. Mindjárt nézem, tudok-e még cementet gyártani. Kettő! Arossebbe. Arossebbe, hát az nem túl vastag. Jó. Feljönni lépcsőn pedig ott tudnak elől. Az nem baj, mert lángszóró szebbe fogja fújni őket. Jó. Hát ez most egy kicsit szedetvedett lett ez a dolog. Látom. Na erre vigyázzunk, ha így rakjuk le a lángszórót, a feje arra néz, és arra fogja elkezdeni fújni, és utána fordul el. Úgyhogy ezt a lángszórót, ezt egy kicsit így keresztbe kell lerakni. Így. Így. És akkor a hetes pedig úgy van, hogy innen az egyik zöldtől behúzzuk a kékbe. Így. És feltöltés pedig üzemanyag. Idő meglepetés. Belenyomunk 242, 41 üzemanyagot, egyet be is töltött a szájába, és már ott fújja is a dolgokat. Én viszont ide építek egy kis falat magamnak, ez lesz az én kis búvóhelyem. Négy cementtel van, tehát négy dolgot tudnék fölépíteni. Az a lényeg, hogy ott tudnak bejönni, mindenféleképp erre körbe kell jönniük. Utána itt az ingánál kell mászkálniuk. Lehet, hogy kicsit ütközünk a dologgal. Nem biztos, hogy ez így jó lesz, de nem biztos, hogy fel tudom építeni. Mekkora az esély arra, hogy ide fog fújni a lángszóró? Is. Nincs. Balisztát ezt csak elviszem innen. Berakom ide. Itt, aki végig fel tud jönni idáig, akkor azt fogja lőni. Teker. Szóval. Ne szedd szét. Tudd ki a kezedbe azt vackot. Jó. Így. Oké. És akkor ide még valami mást majd tudok még rakni. Még lángszórót esetleg, vagy valami ilyesmit. Jó, hát itt fognak bejönni. Én ide fogok tudni bebújni. A lángszóró pedig 1, 2, 3, 4... 5, 6, 8, 9. Elvileg nagyjából eddig el fog fújni. Ez tök király. Jó. Örvelesünk itt, hogy minden okés. Ó, vannak itt már csomagok. Oké, hogy áll épségileg egész jól állnak. Egy kis...
Hagytam rist tesztit. Hát kicsikét, de hagytam. Jó, ezt tölteni kell. Igen. Ezt is. Hát a hengerek sajnos le fognak állni. Tartok. Most mindent fullosra töltök, hogy minél tovább bírják. Jó lett volna egy-két hengert megcsinálni elektromosra. Motor meg dugó, de az a baj, hogy most már nagyon közel van a támadás. Nézem, hát egy motor dugó meg szeg. Pontba vagyok. Három, dugó, kettő, három. Nem fog elbírni az akkumulátorom. Tudhatok. Na mindjárt megpróbálok legalább egy-két hengert beüzemelni elektromosra. Azok minél tovább bírják itt ezt a középsőt. Nagyon jó. Ezt is felbírom. Ó. Kötélés szeg fogyott el. Na jó, ez gyors bekötöm, hogy... Ó, pontom arról vagy. De jó. Azt mondja, hogy éket a zöldhöz, és elfogyott a kábelem, utás, nem hiszem el, hogy elfogyott a kábelem, gyorsan, mondja nekem kábelhez részdrótot, igen. Igen. Igen, tehát egy gumigyűrű, egy részdrót és öt kábelt készít. Jó, tehát azt összekötöttem. Onnan kell kihúzni. De. Aztán kiderül, hogy egy akkumulátor itt fog ebből kibírni, mert... Lehet, hogy nem sokat. Lehet, hogy le fog állni az egész hóvelebanc. Ne, hagyj kiderül. Kicsit szabálgatok akkor. Jó. Hát... fogjuk rá. Jó lett. Remélem, hogy ezt a falat ezt nem fogja bántani, de... És nincs több cementem. Ja. Hát arra kell figyelni, hogy nem szabad a lángszóró útjába lenni, ugyanis fel tud gyújtani minket is, játékos társunkat is. Mindenkit fel tud gyújtani a lángszóró, aki csak ott van. Az a lényeg, hogy az ellenfeleket is felgyújtsa. Hiányzott még, hogy ezt is megcsinálja. Vagy inkább akkumulátort kéne csinálni, mert... akkumulátorom nem fogja bírni. Semmi esetre se. Két aksi kéne hozzá. Gyorsan még a hullám előtt. Menjél már. Két akkumulátor. Kicsit. Két akkumulátor több, mint egy. Igen. Igen. Seppibe ide. Másikat. Igen, hetes. Azt. Ide. Nem jó. De jó, már töltik, oké. Az pedig akkor oda. Két akkumulátor. Igen, most az egyikből áttölti a másikba igazából az energiát. És amelyik most leürül, abba töltik a szélerőművek a
az energiát, tehát így vannak sorba kötve az akkumulátorok. Most még legalábbis sorba kötöttem, el is kezdődik a hullám. Reméljük nem a hullámon fog folytatódni. Illetve hoztam üzemet. Hova raktam? Hiszem el, hogy nem találom. Igen. Reméljük, hogy nem olyan gyorsan érnek ide, hogy... Most leszek olyan bátor, és bemegyek a lángszóró elé. Nézzük, hogy hol jön a támadás. Jó van, időben voltam. Nem innen jönnek, az a lényeg. Valahonnan arról jönnek. Következő két napban akkor ki kell igazítsam a csaptasort, illetve meg kell csinálnom a gépágyút, hogy le tudjak győzni az óriást. A gépágyúnak ott a teherautón mögött, ott remélhetőleg tudok egy olyan magas emelvényt csinálni, amivel tudja lőni majd az óriást úgy, hogy nem lesz útba neki. A fal, illetve semmi se. Hát remélem arról jönnek. Ott a valamat azt remélem. Hát remélem a lángszóró nem fog keresztbe tenni nekem. Egy pár szó volt már példa rá, hogy több kárt okozott, mint hasznot, mert például a főgyújtja a bázisomat, akkor az kellően ciki lesz. Jönnek már. Jönnek nagyok is, minden. Én spurizok vissza. Lehet látni, hogy a hengerek beindulnak. Csak ez az első kettő henger tudtam elektromosra változtatni. Hoppá, ott már robbannak fölfele a lángosok. Még nem lőtt a lángszóró, még ne annyira közel nem tudtak jutni. De ahogy ürülnek kifele ott a hengerek elől, illetve nagyobb hullám, nagyobb tömegbe jönnek, akkor eljutnak erre előre, itt már remélhetőleg. Be tudom mutatni, elvileg, ha világít rajta kék lámpa, akkor jól van bekötve. Itt is lehet látni, hogy világít a kék lámpa, illetve van kettő zöld, ugye a két hengernek, és ugye azokon is világít a kék lámpa, ugye azon azért világít a zöld, mert ugye azok össze vannak kötve. Ilyenkor mindig a kábellel meg lehet nézni, hogy mi hogy áll összekötésileg. Ezért jó ez az eszköz. Ebből az eszközből csak egyet kell gyártani, utána csak mindig a kábelek, magát a kábeleket kell gyártani. Na jó, skacok, nem jutok el idáig. Ne mondjátok már nekem. Mindjárt megperzsellek én bennőtöket, hogy lássanak majd egy kis lángulást. Ez a fajta lángszórás, amikor te lángszóróba fújod, sokkal több üzemanyagot elhasznál, mint maga a kiépített lángszóró, és sokkal hatékonyabb. Egyébként. Illetve a kampos bárdossal kell vigyázni, azt attól kímélni kell magunkat, mert az képes lerántani. Azt nem tudom, hogy látható volt-e már ebben a sorozatban, de Twitch-en ott biztos, ott tömkelegével lehet látni, hogy leránt a kampus fönt így az emelvényen állva, figyeltem őket lent, és úgy lerántott oda maguk közé, mint a húzat. Kettő fogyott még csak ki belőle. Nem fordulatot mér, tehát nem annyiszor fordul, nem is beindulást,
Nem igazán tudom, hogy mit számol. Még mindig 98-on van például. Na ne mondjátok már, hogy ennyire hatékony ez a csapdasor, hogy a lángszóróig el se juttok. Hát könnyű szint. Igen. Hát lehet, hogy a lángszóron be se fog indulni, sőt az elektromos hengerek sem. Az első hengerek elintézik, sőt hát innen föntről még tudom tölteni, úgyhogy... Ez a lényeg, hogyha meggyullad, akkor egy helybe így agonizál, és addig például a hengerek között áll, már pedig ott áll, mert ugye a lángszóró ott fogja megfújni a hengerek között, addig folyamatosan a hengerek sebzik, míg ő ott áll egy helyben. Menekülni a helyemre. Hát... még nagyon az elején vagyunk, nem fogunk eljutni a láncszóróig, úgy látom. Egy kicsit, miután elengeded a gombot, még fújja a lángot. Arra figyeljetek rá, mert én is meggyújtottam a Gabit egy párszor. Kiléptem, megfújtam, visszaléptem, Gabi ott guggolt mellettem, és még fújt a lángszóró, és szépen, szépen megfújtam őt is. Szerintem kigyulladt mellettem, és akkor... Köszi. Jó volt. Na, nem. Használom el jobban a... Ó, 170 kilószer maradt nálam, mégis annyira nem lényeges. Eltűntek az égésnyomok. Hát úgy látom, nagyon hatékony csapdát sikerült összeraknom. Az akkumulátorok viszont szépen töltődnek. Majd följebb kell javítani az akkumulátorokat fejlettebb szintre, és akkor lehet majd tovább tuningot, tehát több áramot beszerezni, több áramot begyűjteni. Ez egy savas. Nem nagyon jönnek nagyok. Kicsik jönnek. Nyugodsz vagy. Itt állok, azért jönnek ugye erről. Az óriást magát is lehet terelni. Lehet igazítani, hogy na ott jön már bárdos. Nagy zöld. Na hát, ha ezek eljutnak erre. Gyerünk, skacok! Gyerünk, lássuk. Lássuk, mit tudtok. Az a nagy zöld, az egy tüzes volt. A nagy zöldek azok a leginkább kitartóak. Nem bírnak eljön idáig, hihetetlen. Hát könnyű szint, alacsonyabb az életelejük jóval, mint már eleve közepesen a hardba bele sem merek gondolni, hogy ha ekkora különbség van a könnyű és a normál szint között, akkor a hard az milyen lehet? Az mennyire kemény lehet már? Hihetetlen, ott jönnek. Hát jó, hát bemutattam, hogyan kell főgyújtani őket. Kézi lángszóróval. Nagyon hatékony tud lenni ez a kézi lángszóró, hogyha benyitsz egy épületbe, egy szobába. Nem mondod, hogy ilyen fődön kúszók is jönnek, ugyan már? És benyitsz egy ilyen szobába, és ahol többen vannak bent, és akkor így lángszóróval megcsapod őket, és akkor vissza kimész, és nagyon szépen égnek. Kifölgetni ez. Ugyan már három hengeren keresztül nem jutnak át. Szerintem a negyedik sorig... A negyedik sorig el se jutottak. Talán a második sorig. A harmadik sorig talán a nagyobbak, de... A kicsiket szinte az első két henger. Három henger legyőzi.
Ez kész. Hát ez kész vagyok, hogy ezt így megcsinálja. Nem jó szűkebbre húzni ezt a részt, tehát hogy akkor csak két henger és akkor elérakom az alapot, mert ahogy telik az idő, egyre nagyobb és nagyobb tömeg fog jönni, és mint látjátok, egyszerre jönnek hullámba, ugye azért az a neve, hogy hullám indul. Hullámba jönnek, és az a baj, hogy a henger megfogja kettőt-hármat, beszorulnak oda, a többiek nem tudnak bejönni. És amikor nem tudnak bejönni a többiek, akkor bizony a többiek kin átcsorognak, mert nem tudnak mit csinálni, és elkezdenek püfölni mindent. A tüzes eljut a második, a harmadikig jutottál el. Isten, a harmadik hengersorig. Na, nagy zöld, második, harmadik, negyedik, áj, beindult a lángszóró. Akkor idáig érzékel, idáig kell bejönni. Ja nem, idáig kell bejönni. Aha, úgy számoltak, körülbelül 9 kockát számoltunk, hogy körülbelül az a távolság, ameddig. Aaa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 
Na, jó van. Ah, jó van, akkor csak sikerült a láncszólót egy kicsit. És megjött a madácsi csergéses. Jó reggelt! Hát köszönöm szépen a figyelmet, ez a rész ez ennyi lett volna, mint mondtam, minden rész egy napot csinál meg. Ne feledkezzetek feliratkozni a csatornára. Twitch logom nagyon jó lett, kicsit betakar, de majd javítok rajta. Twitchre is feliratkozni, ide a YouTube-ra is. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy végignézted a videómat. Akkor nagyon szépen köszönöm, jó játékot nektek, Csézilak voltam, sziasztok!